Szeretettel köszöntöm az ÉrTV nézőit. Kérem, tekintsék meg elsőként 158. adásunk rövid tartalmát. Szabadságfesztivál, községi nap Biharon, táboros hangszeroktatás. Az elmúlt hétvége kedvezőtlen időjárása nem volt partnere az idei Margitai Szabadságfesztnek, ám ennek ellenére, még ha kisebb közönség számára is, de megtartották a betervezett programokat, bulikat, koncerteket. Változékony idő fogadta csütörtök délután azokat a fiatalokat, akik a Margitai Városi Strandra érkeztek az ott megrendezett Szabadságfesztiválra. A négy napos rendezvény minden évben egyre több szórakozni vágyót mozdít ki, akiknek nem csak koncerteken van lehetőségük bulizni, hanem az egész hétvégés sátorozási és strandolási lehetőség mellett szakmai előadások és vetélkedők is várnak rájuk. Mi nagyon reménykedünk abban, hogy a tavalyi szintet tudjuk tartani, amikor is ugye az 1000 fő fölött voltunk péntek-szombaton, ami a fesztivál szempontjából igazándiból az a velője, az a lényege az egésznek, a csütörtök bemelegítő, péntekre mindenki, az a fiatal is, aki dolgozik, már megérkezik, el tudja engedni magát, a szombat meg ugye abszolút a szombat. A Szabadságfeszt kitalálója és főszervezője, a Vidéki Ifjúsági Szövetség minden évben igyekszik újítani a rendezvény minőségén, ebben az évben az eddigiektől eltérően például a kempinget a strand területén kívülre helyezték, és gondolva az esőre egy nagy rendezvénysátrat is állítottak az esti koncertekre. Csütörtökön a hivatalos megnyitót követően minden kiérkező fiatal felállíthatta sátrát, és már bele is vethette magát a bulizásba, illetve a medencébe. Este szakmai előadás keretében Kelemen Hunor, az RMDS elnöke és Szabó Ödön parlamenti képviselő látogatta meg a fesztivált, akik olyan témákat érintettek, mint a fiatalok szerepvállalása a politikában, az érettségi eredmények, az Észak-Erdély autópálya épülése és az RMDS jelenlegi politikai helyzete. Ez a szervezet, a Vidifész, amely ezt a Szabadságfesztet szervezi, elég nagy befolyással bír itt Bihar megyében. Önök a parlamentben, és önök, mint politikusok, mennyire érzik azt, hogy vannak ilyen kisebb szervezetek, akik fiatalokként támogatják az önök munkáját? Székelyföldtől egészen a Partiumig, Biharig, Szatmárig érezzük, tudjuk, hiszen az ifjúsági szervezetekkel nekünk van egy most már több mint 10 esztendős partneri megállapodásunk, és azt kell mondanom, hogy azokkal, akikkel annak idején a Miért megalakításakor ezt a partnerséget megkötöttük, azok most már felnőtt emberek, abban az értelemben is, hogy a 30-on jól túl vannak, már nem fiatalok, és az ifjúsági szervezetekből indultak. Ez a partneri szerződés azóta is él, de már a harmadik generáció viszi tovább a fiatalok részéről. Tehát azok, akik a közéletbe szerepet akartak vállalni, azok a mostani fiataloknak az elődjeiként ugyancsak az ifjúsági szervezetekben kezdték, és ma már a parlamenttől a polgármesteri tisztségekig sok helyen jelen vannak, és jelen kell, hogy legyenek. Ezt tovább kell vinni. Minden olyan fiatal embernek, aki a közélet iránt érdeklődik, és hál' Istennek sokan vannak. Nem hiszem, hogy mindenki a közélet iránt kell, hogy érdeklődjön, mert az élet az nem ilyen. De akik a közélet iránt érdeklődnek, a szövetség keretein belül meg tudják találni azt a lehetőséget, hogy az erdélyi magyar embereket, az erdélyi magyar közösséget egyrészt szolgálják, másrészt pedig a közjót elősegítsék, és a közéletben szerepet kapjanak. Azért mondom, hogy a közösséget szolgálni, mert egy politikának, mindegy, hogy helyi politika vagy országos politika, a legfőbb célja az kell legyen, hogy a közösséget szolgáld. Mert szolgálat a politika. A közélet a szolgálat. Nem csak magadért teszed, vagy elsősorban nem magadért teszed, hanem másokért. És a közjó szolgálata az szolgálni, minél több embernek, vagy az emberek többségének jó. Ezért ez egy áldozat is ugyanakkor. De ezt a karrier lehetőséget is meg kell látni, és ebben a szövetség megint csak tárva nyitva tartja a kapuit a fiatalok előtt. Túl vagyunk a helyhatósági választásokon, és jó eredményt ért el az RMDS itt Bihar megyében is. Ezek az eredmények előre vetítenek egy jövőt az RMDS számára. Ön hogy látja, milyen esélyekkel indul a parlamenti választásokon az RMDS? A 2016-os választási kontextusban ez az eredmény egy vállalható eredmény. 2012-höz képest vannak nagy veszteségeink, és igaz, hogy 23 polgármesterünk volt 24,
és azt a veszteséget, most Bihar megyéről beszélek, pótolja a megyei tanács elnöki pozíciója, de azt látnunk kell, hogy az urbánus környezetben, mindenekelőtt Nagyváradon és a kisebb városokban azért van tartalék. Ezt a tartalékot kell tudni megszólítani, ennek a tartaléknak kell tudni olyan értelemben üzenni, hogy érzelmeket váltsunk ki, és a magyar embereket, a magyar közösséget, akik valami miatt nem mentek el szavazni, az önkormányzati választáson megszólítsuk, és akkor a parlamenti képviselete Bihar megyének nem kerül veszélybe. Én azt szeretném, hogy a két képviselő és az egy szenátor megmaradjon, ez egy arányos képviseleti norma, de szükség van ahhoz is, vagy azért is erre a mozgósításra, mert az országos 5% nincs meg Bihar megye nélkül, mint ahogy nincs meg Székelyföld nélkül, nincs meg Partium nélkül, nincs meg a kis Szórvány megyék nélkül. Azt a fajta szolidaritást kell éreznünk, ami nélkül az erdélyi magyar emberek, az erdélyi magyar közösség nem tud parlamenti képviseletet megőrizni. Tehát mindenki felel mindenkiért. A Bihar megyeiek is felelnek az összes erdélyi magyar emberért, az erdélyi magyar közösségért. Éppen a fesztivált megelőző héten kerültek nyilvánosságra a 2016-os érettségi eredményei, amelyek igencsak felemás képet mutatnak, így felvetődik a kérdés, volt-e ok a szórakozásra. Én azt gondolom, hogy jól kell érezzék magukat. Az, aki átment, az azért, mert átment. Az, aki meg valamilyen formában a pótérettségére fog készülni, az előbb most itt kiengedheti a gőzt. Hisz egy lendületet vehet azzal, hogy azt mondja, hú, ez nem pont úgy sikerült, ahogy elvártam volna, de bulizok egyet, és utána nekilátok, és az őszi vizsgákon azért át fogok menni, és készülök az egyetemre. Hisz nagyon fontos az, hogy lezárjunk egy-egy folyamatot. Nem hiszem azt, hogy egyébként az érettségi eredmények azok feltétlenül a tudást mérték le, hanem az egy pillanatnyi, mint egy blitz felvétel, mint egy fotó. Az ember, hogyha néha ránéz a fotójára, van olyan fotó, amit szívesen eldobna, és egyébként nem mindig van olyan eset, amikor viszont a fotó jobb, mint a valóság, de én azt gondolom, hogy ebben a történetben inkább azt mondhatjuk, hogy egy pillanatnyi felvétel, egy olyan jellegű felvétel, ami nem biztos, hogy azt a tudást mérte le, ami valójában a diákoknál van. Ezért mondtam azt, hogy szerintem a mérésen is kell tudni változtatni, tehát nem hiszem azt, hogy a jelenlegi rendszer az a legtökéletesebb ebből a szempontból, de hát el kell felejteni. Most van 4 nap, bulizni kell, annak, akinek van miért örülnie, azért kell bulizni, annak, akinek pedig az elkövetkezendő időszakban újból neki fog vágni, azért, hogy legyen ereje, merítsen erőt ebből a hétvégéből. A fiatalok már csütörtök este a magyarországi Katapult DJ koncertjére bulizhattak a Parti sátorban, ám az ekkor még kegyes időjárás sajnos nem maradt meg péntekre, amikor is a Fonogram díjas magyar rapper Deniz élő koncertjére leszakadt az ég, így az este további fellépőinek koncertjére minden fiatal a nagy sátorba menekült és ott bulizott tovább. Az idén többnyire DJ-kre épülő rendezvényre kiérkező fiatalokat jó fesztiválozókhoz híven nem zavarta az eső, ők biztosan jól érezték magukat. Ugye a klasszikus értelemben vett koncertek sorozata az idén elmarad itt a fesztiválon, ugyanis leginkább DJ-k fognak érkezni. Miért pont DJ-kre esett a választás, és hogyan alakítottátok ki az idei Szabadságfest programját? Úgy éreztük, hogy kell a fiataloknak a DJ-k, úgy éreztük, hogy az éjszakai programok a legkíváncsiabbak. Persze nagyon sikeresek voltak a tavalyi koncertek is, de idén is vannak élő koncertjeink. Igaz, hogy inkább dubstep és ilyen stílusban lesz, de itt lesz például Deniz, aki ugyancsak élőben zenéléső repzenével érkezik. Tehát ez majdnem igaz, amit mondtál, viszont megmaradtak valamilyen szinten. Igaz, erőteljesen érezhető, hogy a DJ-kre építettünk idén többet, azért, mert azt látjuk, hogy a buli kitolódik 3-4 óráig. Most 3 órakor, hogyha azt vesszük, akkor ugye szombaton Jack Perry 2-kor kezd, aki 4 óráig fogja tartani a bulit, Sterbinski pedig 1 órakor fog kezdeni pénteken, aki 3 óráig ki fogja tolni a bulit, tehát az éjszakai programokat megnyomtuk jobban. Esik, meg sem áll. A Szabadságfest szombati napja időjárásilag nem sok jóval kecsegtetett, ám a kínálatban lévő programok, koncertek, DJ-k annál inkább felkeltették a fesztiválozók érdeklődését.
A már hagyományosnak mondható tuning show-t az eső ellenére is megtartották, ott jártunkkor éppen Szász Gábor és Tobuca János driftelt a vizes pályán. Amint engedték az égiek, a rendezvénysátor tájékán kezdtek előbukkanni az akkor még kicsit hibernálódott kempinglakók, ám a termálvíz és egy-két szívmelengető söröcske életre keltette a fesztiválozókat. Olyannyira, hogy 5 csapat részvételével még fesztivál kvízt is bonyolítottak, melynek eredményeként kiderült, hogy a lábtenisz bajnok névre keresztelt csapat a legjártasabb a filmek világában. A fesztiválozók hangulatát a népszerű Duma színházas Belicai Balázs pörgette, aki ez alkalommal nem csak színes történeteket mesélt, hanem imittamot dalra is fakadt, persze úgy stand-uposan, ahogy azt tőle elvárta a közönség. Röviden elmeséled nekünk, hogy hogyan vezetett az út a Duma Színházig, hiszen tudjuk, hogy több megnyilvánulási lehetőséged is volt, illetve van. Miért ez, ami a szíved csücske lett? Azért, mert egy nagyon kedves, számomra szórakoztató műfaj volt már nézőként is. Nagyon élveztem a stand-up műsorokat, és hát fölmerült bennem, hogy ha kipróbálnám, hova tudnék vele eljutni, lenne sikerem, és szerencsére a megmérettetéseket jól vettem, és aztán már nem is tudtam szabadulni ettől. Vannak-e a humor terén példaképeid, vagy kedvenceid? Igazából az angol Monty Python csapat munkásságát nagyon szeretem, a filmjeiket, meg a tévésorozataikat, rajtuk nőttem fel, ha lehet így mondani. Van-e olyan, amikor egy stand-upos vagy egy humorista szabadságon van, vagy mindig figyelitek a történéseket, követitek az eseményeket és gyűjtitek a poénokat? Muszáj folyton gyűjteni, mert akkor aztán nem lesz előbb-utóbb anyag. Tehát nálam nem működik az, hogy na most akkor kikapcsolok és semmi, hanem majd egy hét múlva akkor majd összeállok és összeírom a dolgokat, de ez nem így működik. Akármit csinál az ember, ha nyaral, akkor arra kell figyelnie, mindig ott kell lenni egy kicsit a agyának, hogy mi az, amit el lehet csípni, mi az, amit bele lehet fésülni a műsorba, és így tovább. A stand-upon belül melyik a kedvenc részed? Az, amikor magadról, a családodról mesélsz történeteket, vagy amikor parodizálsz valakit? Mind a kettőt szeretem, mert tudom, hogy a személyes dolgokat jobban szeretik az emberek, amikor magunkról állunk el valamit, de nekem meg nézőként a paródia volt a kedvenc műfajom, mindig a parodisták voltak a legnagyobb kedvenceim, mondjuk a magyar előadók közül, úgyhogy azt is nagyon-nagyon kedvelem. Esőszünetet mindenki próbálta hasznosítani, volt, aki betocsant a medencébe, volt, aki szomját, éhségét enyhítette, de olyan is, aki a sátrából próbálta kimerni a vizet, s még a következő zuhé előtt hazahúzta a csíkot. A medence parton a beerpong is igen mulatságosnak bizonyult, sokan beneveztek a játékba, melynek eredményeként sörrel öblíthették a kiszáradt torkokat. A lemenő nap reflektorfényében a medenceparton nem csak sósat izzadt, hanem sót csinált a nagyváradi Omikron Urbán és Mélyó, kiknek fellépését követően burjánzott az évről évre visszatérő Mr. Seed vírus. A nagyszalontai szókimondó fenegyerek, az erdélyi rap legnagyobbika most is hozta a tőle megszokott világmegváltó gondolatiságot, és ördögi kacajra sarkalta a bulizó fiatalokat, akik így kellően ráhangolódhattak a méltán híres magyar elektronikus zenei együttes a New Level Empire koncertjére. A majd 2 órás minőségi zenélést a várva várt DJ-k fellépései követték, elsőként DJ Peti lovagolt a lemezeken, majd az idei Szabadságfest színpadi programjainak zárásaként indulhatott egy felejthetetlen éjszaka Nia Even, Magyarország legismertebb női lemezlovasával és Jack Perry, toplistás francia DJ-vel. Földvár felé félúton azon gondolkodám, hogy úszom meg kis cipőben, ha vihar támadna rám. Villámlik a mentő ötlet, bukós isak, esőcuc, motorosból lesz ott bőven, kiknek védelmébe jutsz.
bihari községi napok zárónapján a helyi motorosok az önkormányzat támogatásával baráti találkozóra hívták a környező települések lóerőbarát kétkerekeseit. Bár az időjárás vészjósló volt, a kora délutáni találkára a szélrózsa minden irányából csapatostól érkeztek az ezúttal esőcseppektől csillogó vasak. Hörögtek a motorok, durogtak a kipufogók, baráti kézfogások csattantak a meghívott klubok tagjai között, melyek egy időre elhesegették a komor esőfelhőket, így indulhatott a Bihar és Hegyközkovácsi utcáig bejáró felvonulás. A mintegy 60 motoros nem kis feltűnést keltve dörgött végig a települések utcáin, hirdetve a lakosságnak, hogy hiába a kedvezőtlen időjárás, a bihari községi napok rendezvényei, még ha gumicsizmában is, de várják a szórakozni vágyókat. A Földvárba visszabúgva kezdődhettek is a vetélkedők, melyek közül elsőként a közkedvelt, motorral való hordógurítás volt terítéken. Benevező akadt bőséggel, a fiúk ügyesen lavíroztak a csúszós pályán. Ez a versenyszám rendben a jó szervezésnek és a Bihar Bikers tagjainak köszönhetően balesetmentesen le is zajlott, ám sajnos a következő vetélkedő a lassúsági előfutamai alatt leszakadt az égbolt, és a bőrcsek is fene gyerekek a sörsátrak védelmébe voltak kénytelenek vonulni. Jó fél órás intenzív eső után némely motor ideiglenes parkolóhelye egy szabályos tavacska lett, ám a vasak szerelmesei ezt is egy kis produkcióra használták ki, és a közönség nagy örömére bemutatták a motorok pocsolyas spriccelő és dagonyázó funkcióját is. Az esőfelhők elvonulását követően a Hegyközkovácsi Csokonai Vitéz Mihály és a bihari Gáspár András általános iskolák diákjai vették birtokukba a színpadot, akik Ispán Andrea és Lukács Éva tanárnők felkészítésében táncokkal, énekekkel örvendeztették meg a gyüledező közönséget. Őket követte a Nagyváradról érkezett Bihar Virágai csoport, melynek tagjai román népdalokat adtak elő. A Székelyhídi Tini Dance Center táncstúdió igen sikeres csoportokat működtett Bihar községben is. Egy órás show keretében mutatta be legújabb koreográfiáit a helyi Be Like és Happy Dance, valamint a TDC legnagyobb csapata. Az örök mozgó, mindig mosolygós táncosok szamba, csa-csa-csa, szalsza táncok segítségével varázsoltak igazi karneváli hangulatot a bihari községi napok színpadára, de előadásukban láthattunk charlestont, keringőt és még cuki minyonos táncot is. A showtáncot koncertek követték. A szervezők elsőként a mulató zene szerelmeseire gondolva a Bodri és a Miska Kancsó nevű formációt hívták meg, akik saját dalok mellett felturbózott magyar nótákkal szórakoztatták az időközben több száz fős lenőtt közönséget. Mivel az időjárás stabilizálódni látszott, bátran kipakoltak a kirakodó vásárosok is, csecsebecsék, hatalmas színes léggömbök kínálták vásárfiaként magukat, de finom édességek és enni-innivalók is csiklandozták az ínyeket, s ha már a sültek, micsek és kolbászok a hasakban landoltak, a felesleges kalóriákat az ugrálóvárban is le lehetett vezetni. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pásztor Sándor, a Bihar megyei tanács elnöke, aki a háromnapos esemény záró koncertje előtt Nagy Gizella polgármester asszonnyal közösen köszönte meg a bihariak kitartását, és kívánt további kellemes szórakozást. Az elnök úr az, aki nekünk hozza az esőt, amikor kell, hozza nekünk a napsütést, amikor kell. Elnök úr, mondhatom mikrofonba, és adja nekünk a pénzt, amikor kell. Most napsütés fogunk hozni, Biharra is és a megyére is. Úgyhogy ez legyen a mai este szlogenje a bikini koncert előtt. Sok napsütés Bihar megyének, sok napsütés Biharnak. Isten éltesse Bihart és környékét. Köszönjük szépen! A legendás énekes D. Nagy Lajos színpadon való megjelenését hatalmas taps és ováció követte, ugyanis a bikini koncert kezdetére már teljesen megtelt rajongókkal a Földvár küzdőtere. A két órás koncerten örökérvényű, emlékeket felidéző slágerek csendültek a zenekartól megszokott igényes hangzásban, tapsra, tombolásra ösztönözve a rajongótábort.
Arról nincs információnk, hogy részegen ki kit vitt haza, de abban biztosak vagyunk, hogy a közeli és távolabbi helyekről érkezett közönség szép emlékként őrzi a lángot, melyet a bihari községi napok és az azt záró nagymúltú bikini együttes koncertje gyújtott. Ha nyár, akkor Hegyköz Szent Miklós, termálstrand és táborok. Az Érmellék és a Hegyköz peremén fekvő település évről évre népszerűbb a táborszervezők és ezáltal a táborozók körében is. Az Érmelléki Református Egyházmegye immár 6. alkalommal szervezte zenei táborát a Székelyidhoz tartozó településen. A Hegyköz Szent Miklósi termálstrand és vendégház ezen a héten nem csak a közeli erdő madarainak énekétől zengett. Július 18 és 23-a között ugyanis itt zajlott a már hagyományosan megszervezett Érmelléki Református Egyházmegye zenei tábora. A közel, s távolról érkező több mint 500 táborlakó csoportos foglalkozások keretében ismerkedhetett a kiválasztott hangszerrel. Az oktatók, zenetanárok, illetve kántorok is egyben, Koltóról Fülöp Gábor, illetve Mihályfalváról Pop György kántorok, zenetanárok a billentyűs hangszereken oktatnak, gitáron Fehér Artúr tanár úr Diószegről, illetve Balogh Boglárka Székelyhídról, valamint a furuján pedig Gitya Angéla kántornő, zenetanárnő Diószegről. Ott jártunkkor harmónium, lágy dallama, éles furulyaszó és pengő gitárszólók áradtak a táborhelyszín különböző szegleteiből, hisz Kiki választott hangszerének, saját korának és zenei szintjének megfelelő foglalkozásban részesült. Napi programunk áhítatokkal, reggeli és esti áhítatokkal kezdődik és végződik, keretek között zajlik, amin a környező településekről lelkészek végzik a szolgálatokat. Emellett egy ilyen előadás sorozat is van délutánonként, amelyen Orosz Otilia Valéria egyházkerületi zenei előadó is szokott jönni több napon keresztül, amikor ő a népdalokról is egyéb zenei témákról szokott előadást tartani. Emellett népi hangszerekkel ismerkednek meg a gyerekek. A tábori programból természetesen nem maradhatott ki a fürdőzés, labdázás s a különböző csapatjátékok sem, melyek összekovácsolták a közelebbről és távolabbról érkező táborlakókat, s tették felejthetetlenné az együtt eltöltött időt. Bár a finom ebéd illata már körbefonta a vendégházat, kedvünkért mégis összeállt az Érmelléki Református Egyházmegye 6. zenei táborának egyesített zenekara és kórusa. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új adásunkkal, mint ahogy azt megszokhatták, egy hét múlva találkozunk. Mi akkor is itt leszünk. Legyenek velünk Önök is. A viszontlátásra!